intelligens tervezés irányzata azzal foglalkozik, hogy a világ jelenségeinek a vizsgálatával próbálja megállapítani, hogy az általunk vizsgálható és kísérletileg kutatható természet, ez vajon egy felsőbb értelem hatására jött létre, vagy nem. És a jelek, az egyszerűsíthetetlen összetettsége az élővilágnak egyre inkább arra utal, hogy mindez nem jöhetett létre véletlenül. Mert akár ha egyetlen példát említek, van egy baktérium, a kóli baktérium, amelynek van egy ostora, és az ostora egy különleges motorral kapcsolódik a baktériumnak a testéhez. És ez a motor, hogyha közelről megnézzük, úgy néz ki, mint egy emberek által készített elektromotor, de valójában fehérje molekulákból áll. De működését tekintve éppen olyan, mint egy motor. Tengelye van, forgó és állógyűrű részei, csapágyrendszere, illesztőkarja. A tervezéselméletet támogatók azt mondják, hogy ez nem jöhet létre fokozatosan, mert ha bármelyik alkatrészt kivennénk ebből a kis motorból, akkor elveszítene a működőképességét. Darwin viszont azt gondolta, hogy minden működőképes folyamatokon keresztül jött létre, és saját maga azt mondta, hogy ha találnánk a természetben valamit, ami nem jöhetett létre apró módosulásokon keresztül, működőképes fokozatokon keresztül, akkor az ő elmélete megdőlne. Tehát úgy néz ki, hogy az ő elmélete már nem áll a lábán. Az a kérdés, hogy vajon ki és milyen lehet ez a tervező, ez túlmutat a természettudomány hatáskörén. A tudomány azt tudja vizsgálni, amit látunk, ami az érzékeinkkel, a tapasztalatainkkal megközelíthető. És egy értelemnek a lenyomatát talán tudjuk analizálni, tudjuk detektálni, hogy igen, itt történt valami, ugyanúgy, ahogy egy nyomozó bemegy egy helyszínre, ahol történt egy bűncselekmény, és a bűnjelek alapján megállapítja, hogy itt valami történt. De hogy ki a tettes, azt azonnal még nem tudja megmondani. És lehet, hogy ha ügyes volt a tettes, akkor soha nem fogja tudni. Szóval a tudomány módszereivel nem lehet választ kapni arra, nem vállalkozhat a tudomány arra, hogy kutassa, hogy ki ez a tervező. Ez egyszerűen túl van a tudomány kompetenciájának a körén. Ez már a filozófiáknak és a vallásoknak a területére tartozik. És ennél fogva mindenkinek a saját lelkiismerete, szabad akarata, lelkiismereti szabadsága határozza meg, hogy mit gondol erről, hogy ki az intelligens tervező. Van, akik úgy gondolják, hogy valamiféle felsőbb értelem, ami egy másik bolygón lakik, egy idegen civilizáció. Valaki más azt gondolhatja, lehet, hogy kicsit tudományos, fantasztikusan hangzik, de ez is egy lehetőség, hogy egy múltbeli földi civilizáció genetikai manipulációjának az eredményeként jött létre ez a mostani élővilág. És vannak, akik azt mondják, ugyanúgy, ahogy a hagyományos vallások tanították, hogy van egy legfelsőbb lény, egy abszolút értelemmel rendelkező legfelsőbb létező, aki megalkotta az élővilágot olyannak, amilyennek mi ismerjük. De ahogy említettem, ez már egyéni megközelítés kérdése. Tehát az intelligens tervezés nem egy vallásos gondolat, hanem egy természettudományos következtetés a tervezettségből a tervező létére. És a tervező kiléte, ez már az egyéni meggyőződéseknek, a lelkiismereti szabadságnak a kérdése. Így a tervezés elméletet vallók között nagyon különböző szemléletű emberek vannak, nemzetközileg és itt Magyarországon is. Vannak olyanok, akik semmilyen felekezet iránt nem elkötelezettek, hanem csak azt mondják, hogy hát lennie kell egy felsőbb értelemnek, mert a természet erről árulkodik. Vannak, akik így gondolják, de a magánéletükben emellett valamelyik keresztény felekezetnek a tagjai, kisebb vagy nagyobb felekezetnek, én magam például Krisna hívő vagyok, tehát nagyon színes világnézetileg az intelligens tervezést támogatóknak a spektruma, de van egy metszéspontja a látásmódjuknak, és ez a metszéspont az, hogy van egy intelligens tervező.